Rossz idő ide vagy oda, reggel 9 óta sürögtek, forogtak az emberek az étel körül, hogy ebédidőre a hátrányos helyzetben élők elé kerülhessen a gulyás. Többek között Szabó István és Szabó Pál, a Kunbaracsi polgárőrség tagjai is részt vettek a készülődésben. Az elkészült ebédből 110 ember lakott jól a mai nap folyamán. Farkas P. József, a Vojtila ház alapítója elmondta, nem ez az első alkalom, hogy akár a kórház, akár a polgárőrség felől érkezik segítség. Az igazgató úgy gondolja, ez egy olyan magatartás, amelyben nap mint nap része van a rászorulóknak is.